hajnali egykor fogok ágyba bújni. Majd meglátjátok, hogy mi fog történni. Addig még nagyon érdekes lesz, azt garantálni tudom. Valahova utazunk pontosabban. Van egy utazótársam. Késett, szóval fölöslegesen futottam. Nem túl jól alakultak a dolgok. Ilyen a 8 év alatt még soha nem történt. Most már teljes sötétség van. Mindenki pánikol. Kár. Kár? Kár. Nem jöttek. Nem jöttek? Közben már zárják be a reptere. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Nap már leelőzni. Biztos? Igen, mi vagyunk az elsők. Na, elmondom, hogy akkor miért jöttünk ilyen hajnalban, hogy még be van zárva a már nyitja, már nyitja. Hát nem nyitja, még csak fölhúzzák, félig fölhúzzák. Ja. Na, szóval azért jöttünk, mert... Szoktak lenni ilyen ládák. Igen, ugye már több videónkban mutattuk, hogy szoktunk venni ilyen ládákat. És ezeket a ládákat általában akkor rakják ki, amikor nyitnak. És most szeretnénk venni, mert elég sok élelemre szükségünk, és szeretnénk, hogyha hát több mindentből tudnánk választani, és ezért így spórolunk is. Itt áll a két kocsink az ajtóba rögtön. Most még van elvileg 10 perc, itt már mozorgás van az ajtó mögött, de nem fogják előbb fölhúzni. Amit előbb nem fognak minket fölengedni, vagy beengedni. De amúgy mínusz 2 fok van, annyira nem fázunk, mert süt a nap. Úgyhogy meglátjuk, remélhetőleg azért lesz láda. Nem mindig van, tehát azért... Na hát akkor hülyét kapok, ezért keltem 7-kor, hogy nincsen. Meglátjuk. Végül is az történt, hogy az első boltba, ahova mentünk, ott csak gombát, kire most letakarta, de csak gombát tudtunk venni, jó sokat. És kitalálta, hogy menjünk be, nézzük meg a Lidlibe is, mert ott is szokott lenni, bár ott nem sokszor. És nézzétek, mennyi mindent tudtunk venni, úgyhogy otthon kipakoljuk, és megmutatjuk nektek, hogy milyen finomságokat tudtunk venni. És haza is érkeztünk, itt a Lili baba is. 9:45 van, és mindent elintéztünk, egy csomó boltba voltunk, csomagot vettünk föl, adtunk föl. Na mindegy, végre itthon vagyunk. Eriki rinyál. Hisztizik. És itt vannak a... és itt vannak a csomagok, amikről beszéltünk. Az acskók. Ugye ládából csak egyet tudtunk venni abba a boltba. És itt vannak a acskók, amik a Lidlibe tudtunk venni. Az elsőben van... Ja, és ezek a acskók ugyanannyik, mint egy láda, szóval 20 koronák. 600 valahány forint. Az első zacsiba van 2 zacskó fehér répa. Paprika. 1 zacskó paprika. A van is? Egy doboz. Azt nem is láttuk. Egy doboz eper. Eper, azt nem is láttuk. 3 darabos hagyma. És egy kurkuma. Igen. Kövi zacskóba van 1 zacskó krumpli, paprika, ugyanolyan hagyma, fori hagyma, és egy óriási doboz áfonya. Nézzétek, fél kilós áfonya. Mindjárt lesz 1 kilós. Jön a következő, a legeslegjobb zacskó. Van eper. Még egy eper, még egy doboz eper. Még egy doboz nagy áfonya. Anos, ami 1 kiló lesz. Hú, mennyi mandarin. Jaj. Egy darab banán. Még több fehér répa. 2 darab uborka. És fórihagyma, vagy újhagyma. Igen, és az utolsó? Az utolsó még egy doboz eper. Haracsincsom.
Fú, mennyi voltam. 4 darab mandarin. Tessék. Krumpli. 1 zacskó krumpli. Cukkini. És 4 darab uborka. Uborka. Jött egy kis csomagunk is, amit most reggel vettünk fel, úgyhogy megmutatom, mik voltak benne. Ez a cikória kávé. Ez a fluorid nélküli eukaliptuszos fokrém. Akkor ez a 100%-ban természetes szappan. Ez grapefruit és narancs illatú, és olyan mennyei. Mennyei az illata. Nagyon finom. Akkor egy ilyen sampon szappan, ez levendulás, és nem tudom, mi ez a geránium. És ez is organikus. Meg egy ilyen fog tisztítót. Házat építenek. Nézzétek. Ott egy szobát raknak be éppen. Látod? Ha. Ilyet még nem láttam. Így, mint a Legót, úgy építik a házat a bácsi. De ott van egy ember. Hát ő állítja be, hogy hogy kell. És hogy kell fordítani. Ő rakja össze a Legót. Nem csak egy ember van ott, kettő. Azt figyeli, hogy hogy kell. Hogy a konyhát a nehogy fordítva rakják oda. Nem semmi, mi? És ez már a teteje lesz. Na, ott már a tető. Többit már lerakták. Sziasztok, üdvözlök titeket egy újabb videóban, és eljött az a nap, hogy bejönnek a mamáik, mama, papa, igen, és eljöttünk most, délután van, eljöttünk most autót mosni, és nagyon szép idő van, az autó nagyon piszkos. Kész is lettünk, nézzétek milyen gyönyörű lett, kapott waxot, meg mindent, úgyhogy mehetünk is tovább az utunkra. Minden megvan, be van pakolva Lilikének is a cuccok, minden? Minden be van, minden. Jó, jó, akkor mit akartam mondani, és akkor hol fogsz először vloggerolni? Hát szerintem, ha van még időm, akkor kertben csinálok egy próba felvételt. Ha nem lesz időd, akkor meg ha kim vagytok a reptéren, jó? Persze, ott majd, igen. Na jó, na lerakom, na megyünk mi is, annyi dolgunk van, na puszi, puszi, puszi. Na jó, puszi, puszi. És most indulok a táncra. Sietnem kell. Itt az outfit-em. Nem, be fogok táncolni. A nadrág itt van a táskámban, amit majd átveszek tánc előtt. Ez a mai nap nagyon-nagyon sűrű. Képzeljétek el, hogy egy órája értünk haza az automosásból. Gyorsan hajat mostam, megszállítottam kb. 5 perc alatt, felöltöztem, elkészülöttem, és már indulok is a vonatállomásra. Autóval megyek a vonatállomásig, és onnan pedig vonattal megyek be Stockholmba, mivel ma lesz az első táncórám. Mától fogok járni megint táncolni. Nagyon várom már. És... igen. A hajamat meg a sminkemet majd megcsinálom a vonaton. Gyönyörű szép idő van. Csillog az autóm is. Szóval... még csak most kezdődik igazából a nap. 3:44 van hamarosan. Igen, de még csak most kezdődik a nap. És nagyon hosszú lesz. Kb. Hajnali 1-kor fogok ágyba bújni. Na mindegy, ti majd meglátjátok, hogy mi fog történni. Addig még. Nagyon érdekes lesz. Azt garantálni tudom. Na jó, van, lerakom, mert most megyek fel a lejtőn. Otherwise, I'm sure I'll press a bit and stop.
Na már leszálltam a metróról. A vonat után egy metróval is kellett jöjjek. Vagyis hát nem metróval, hévvel. Úgyhogy most már itt vagyok ebben az utcában. Na, sziasztok! Első vlogolásomat csinálom, majd jelentkezem. Remélem, kitaláljátok, hogy hol vagyok. Nagyon szép idő van, és nem vagyok egyedül. Valahova utazunk pontosabban. Van egy utazótársam, Lilike kérésére, hogy vele menjek, de most eltűnt valahol, majd ha visszajön, akkor megkérdezzük őt is, hogy mit szeretne elmondani nektek a mai napról. Sziasztok! Na? Kitaláljátok, hogy kivel vagyok? Gyönyörű idő van. Megyünk a unokánknak a szülinapjára, és az volt a kérése, hogy ne csak mama jöjjön, hanem jöjjön a papa is. Úgyhogy most már várjuk, hogy hányosról fogunk indulni. Itt a papa. Na, várod már, hogy ott legyünk? Várom. Már nagyon, nagyon. Mindnyájan. Mindketten várjuk. Nagyon. Úgyhogy gyönyörű az ég, ahogy lemegy a nap. Nagyon szép ez a reptér. Úgyhogy Lilike is nagyon izgatott, kíváncsi, hogy mit fog kapni a szülinapjára. Én is viszek egy meglepít neki, nem is egyet többet, hogy örüljön. Ő meg nekem fog festeni szép képet, mert olyan csodálatosan fest, amit karácsonyra kapott festékkészletet azzal, csodálatosokat fest. Na majd még a gépről jelentkezem. Papa eltűnt, de hát majd a gépen még csinálok egy videót. Na hát most jöttem ki a táncról, nagyon jól éreztem magam. Nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk, nagyon sok lépést, ezért elég nehéz volt követni, de a többiek azok már augusztus óta járnak, nekem meg ugye ez volt az első alkalmam. Egyébként mindig más táncot tanulnak, ezt aztán ma kezdték, vagy tegnap, előző héten. Azért beszélek ilyen gyorsan, mert most jöttem ki, és ugye 2 perc még táncoltam, most meg sietek a vonathoz. Na már itt vagyok a vonatnál. Képzeljétek el, hogy késett, szóval fölöslegesen futottam. Komolyan mondom, ez az egész katasztrófa. Itt ülök a vonaton, és nem megy tovább. Azt mondták, hogy
nem indul a vonat. Úgyhogy itt ragadtam. Itt ragadtam, és ma már kell kéne menni a repülőtérre.